Szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, Szűz Mária, nagyasszonyok és pátrónánk ünnepét ünnepelve, akinek újonganak az angyalok és magasztalják Isten fiát. Szeretetben köszöntelek benneteket itt Ulmban, az ulmi közösség búcsú ünnepén, amikor is Szűz Máriát, magyarok nagyasszonyát, Magyarország fő pátronáját köszöntjük. A szentmise, ünnepi szentmise kezdőjénekében ennek az örömnek adunk hangot, amely egyben a köszönetünkről, a hálánkról szól, hogy hónapról hónapra lehetőségünk van itt, ebben a templomban találkozni, hogy ennek a közösségnek tagjaiként elhozzuk a mi kéréseinket, fohászainkat, imaszándékainkat, hálánkat, és nem utolsó sorban elhozzuk a mi örömeinken túl fájdalmainkat, kéréseinket, gondjainkat is. Tegyük meg ezt a mai alkalommal is, ebben a szentmisében, amelyet felajánlunk a napokban elhunyt testvérünk Schäfer Paula lelke üdvéért, temetésére majd később kerül sor. Továbbá felajánljuk ezt a szentmisét Margit és András elhűltek lelke üdvéért. És ezen a hétvégén is bárhol, ahol misézem a szentmisét, felajánlom titkárnőnkért, egykori titkárnőnkért, Dávid Merindáért, aki jelenleg kórházban van, műtét után, most már is kívánjuk számára a mi hamarabbi felgyógyulást, felépülést, és természetesen mindenki még hozza a maga egyéni kérését is. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szepőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kegyelmez, Krisztus kegyelmez.
dicsőségben pedig a lapról egy nagyon szép Mária népéneket fogunk énekelni. Nagyasszonyunk, hazánk reménye. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogánknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök. Ámen. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, mert lelkem és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki reám hallgat, meg nem szégyenül. Akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fény derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvényeknek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja: Abba, Atyám! Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedet. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Isten föltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta megváltó anyjának. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyal Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldotta vagy te minden asszonynál.
Ezek az evangélium igéi. Áldunk Krisztus. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, ha kezetekbe fogjátok az éneklapot, akkor láthatjátok a nyitó oldalon gyönyörű képet, ahogyan Szűz Máriát, magyarok nagyasszonyát, Magyarország fő pátrónáját ábrázoljuk. A lapot majd, éneklapot vigyétek magatokkal haza, és majd nézzétek még ezt a képet. Közben pedig keressétek meg azt az érzést, amely különös módon is megérint benneteket. Mai ünnepünkkel kapcsolatosan jól ismerjük a történelmi eseményt. A hagyomány szerint 1038. augusztus 15-ét írtak. Nagyboldogasszony napján István királyunk halála előtt Székesfehérvárot fölajánlja a boldogságos szűzanyának, Magyarországot. Hogy miért? Ezt is jól tudjuk. Egy nagyon reménytelennek és kilátástalannak tűnő időben teszi meg ezt a felajánlást. Az ország veszélyben van. István királyunk érzi, hogy elközelgett földi életének vége. A várt örökös Imre herceg tragikus halált hal. Mit is tegyen? És ekkor születik meg szívében a gondolat, nem tehet mást, mint hogy nemzetét, népét, országát a boldogságos szűzanyának oltalmába ajánlja. Amikor ezt a mozzanatot, mint egy kimerevített képet megelevenítjük magunk előtt, akkor nyilvánvalóan magunkra gondolhatunk, és minden bizonnyal a magunk életében is, talán nem is egyszer, talán több alkalommal is volt már olyan pillanat, amikor mindent kilátástalannak és reménytelennek láttunk, éreztünk. És ha igen, akkor nem szabad kétségbe esnünk, nem szabad elveszítenünk hitünket, reményünket, hanem István királyunk példájára nekünk is megvan az a fajta lehetőség, hogy mindaz, ami bennünket nyugtalanít, ami bennünket nyomaszt, aggaszt, azt oda tudjuk helyezni a boldogságos szűzanyának ölébe, és kérjük, legyen közvetítőnk, közben járunk, és oltalmazunk. Ennek a képnek azt is mondhatom, akár itt és most, különösképpen is aktualitása van. Másik kép. Szintén népünk, nemzetünk történelméből szeretném ezt a mozzanatot, pillanatot idehozni. Szent László királyunk a szűzanya választott vitézeként
A csatákban mindig a boldogságos szűzanyához fohászkodott segítségért, és hálája és köszönete jeleként a nagyváradi székesegyházat Mária tiszteletére építette. Ebből a történelmi pillanatból, megörökített jelenetből pedig ezt vihetjük magunkkal, hogy amikor úgy érezzük mi magunk is, hogy csatában vagyunk, hogy meg kell harcolnunk igazunkért, jogainkért, akkor tegyük ezt a szűzanya segítségét kérve. Időszerű az üzenet, mert globalizált világunkban szükségünk van egy olyan fajta támaszra, segítségre, amelyet égi édesanyánktól, magyarok nagyasszonyától, boldogságos Szűz Máriától megkaphatunk. És hogy megkapjuk, erről teljességgel bizonyosak lehetünk. Hiszen elevenítsük csak fel gyermekkorunknak meg annyi pillanatát, mozzanatát, amikor valami szerettünk volna elérni, megkapni. Nem kellett egyebet tennünk, csak édesanyánk elé álltunk. És talán ki sem kellett mondanunk óhajunkat, szándékunkat. És biztosak lehettünk benne, hogy édesanyánk meghallja kérésünket, érti szándékunkat, segítségünkre siet. Így biztatlak és bátorítlak most benneteket is, hogy itt és most ti magatok is fogalmazzátok meg kérésteket, azt, amit szeretnétek, mint egy jutalomként megkapni. Aztán, ha tovább lapozunk nemzetünk történelmében, IV. Béla a tatárjárás idején Istennek és Szűz Máriának ajánlja fel leányát, Margitot, és a budai várban felépítette a Nagyboldogasszony templomát, a mai Mátyás templomot. Ha pedig ezt a mozzanatot, ezt a történelmi pillanatot nézzük, nemzetünk egy veszéllyel találja szembe magát, a tatárjárás koráról van szó, és ekkor IV. Béla az engesztelésnek és a felajánlásnak az útját választja. Ami azt is üzeni számunkra, azt is üzenheti számunkra, hogy ha megoldásokat akarunk gondjainkra, fájdalmainkra, akkor ehhez bizony hozzátartozik az áldozatvállalás. Hozzátartozik az engesztelés. És helyén való a kérdés, mi az, amit én magamból fel tudok ajánlani? Hogyan tudok én engesztelővé válni? Aztán a 17. században a Patrona Hungária eszmére alapozva alakul ki a Regnum Marianum, a Mária országa fogalma, amely egyben azt is kifejezi, hogy Szent István felajánlásával a boldogságos Szűz Mária nem csak mindenkori oltalmazója nemzetünknek, de ugyanakkor tulajdonosa is. És amikor ebbe a fogalomba, hogy tulajdonos, belekapaszkodom, és próbálok ennek a mélyére tekinteni, akkor azt jelenti, hogy én is sok mindennek vagyok a birtokosa, sok mindennek vagyok a tulajdonosa. És ha valami a birtokom, ha valamit én tulajdonlok, akkor arra nagyon odafigyelek. Akkor azt védem, azt őrzöm, azt ápolom. E közösséget tekintve, nézzük csak meg, hogy mennyire érezzük sajátunknak ezt a közösséget itt Ulmban. És mi az, amit én ezért a közösségért örömmel és szívesen vállalok, amit én megteszek. Fontos-e nekem? 1896-ot írunk
amikor is 13. Leó pápa a magyar millénium alkalmából Vaszari Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére engedélyezi a magyarok Magyarország részére a magyarok nagyasszonya ünnepét. És ezt eleinte október 2. vasárnapján tartották meg, most éppen október 2. vasárnapja van, majd pedig 10. Szent Pius pápa óta az ünnep átkerült október 8-ára. Néhány történelmi pillanatot emeltem ki nemzetünk életéből, történelméből, amelyek azt voltak hivatottak bemutatni, hogy Boldogságos Szűzanya milyen formában, milyen mértékben állandóan jelen van a magunk életében. Akkor, hogyha ezt szeretnénk, ha ezt akarjuk. A Szentleckéből egy gondolatot szeretnék még idehozni, aztán pedig az evangéliumból is. A Szentleckében Pál apostol a Galatákhoz írt levelében arra irányítja rá figyelmünket, hogy mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig Isten fiai vagyunk, Isten a szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Mennyire jó nekünk ezt tudnunk, hogy Isten gyermekeiként mennyei atyánkat, az Úr Jézus Krisztus édesanyján keresztül, a Boldogságos Szűzanyán keresztül, mint Mária gyermekei szintén megszólíthatjuk. És a legbensőségesebb, a legbizalomteljesebb megszólítás kíséretében Abbának, Atyának szólíthatjuk őt. Valóban meg tudom szólítani és megszólítom őt atyaként. Mindez csak rajtam múlik. Majd az evangéliumból szintén egy gondolat, amit magunkkal vihetünk, az angyali üdvözlet jelenetét hallhattuk, Gábor angyal megszólítja Máriát, a törékeny, a fiatal leányzót, üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Bennünket is megszólít, bennünket is bátorít és biztat. Mint egy üzeni, mindig veled vagyok. Veled maradok. Csak rajtad múlik, hogy veled maradhatok. Az október hónap Szűzanyának hónapja. Számtalan ünnepünk van ebben a hónapban. Ma, október 13-án a Fatimai Szűzanyának van az emlék ünnepe. Aztán az elmúlt hét hétfőjén, október 7-én Rózsafüzér királynőjét köszöntöttük, 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe, amelyet ma ülünk itt meg. És lényegében az októberi hónapoknak sajátossága az októberi ájtatosság, és azok a Mária imádságok, amelyekben égi édesanyánk áldott szeretetét és közbenjárását esdjük nap mint nap. Sokszor hallom híveimtől, hogy imádkozom én a Mária imákat, a rózsafűzér imádságát is, de közben elkalandoznak gondolataim. Jól van ez így? És biztatásként és bátorításként mindig elmondom, ne félj ettől az érzéstől. Csak imádkozz bátran, kitartóan, bizalommal. Kérd mennyei édesanyádat,
és biztos lehetsz, hogy kérésed az ő közvetítésével, Szent Fiánál, Jézus Krisztusnál meghallgatásra talál. A búcsú sajátja, hogy kegyelemben részesülünk. A kegyelem Jóisten áldását jelenti számunkra, amelyben értékessé és tartalmassá válik életünk. Köszönet érte, és gyermekként bizalommal és lelkesen szeretném megszólítani az elkövetkező időben is mennyei édesanyámat, a boldogságos szűzanyát, magyarok nagyasszonyát. Amen. Most pedig örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Áld meg, Urunk, szent atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is reád, figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatás tudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, első szent királyunk vég akaratából, fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük, segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk szent fiad országát, kér és uralkodik mindörökkön örökké. Oh,
Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Gondviselő Istenünk, fölajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szuzanya közbenjárására őseink hitében megerősödjünk, és mindannyian az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösségszerző eledellel táplálkozzunk, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. És a boldogságos mindenkor Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogant egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásával világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, imádják az uralkodó szelleme, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengünk. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd alá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. A vacsora után ugyanott kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk! Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Mert tiéd. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, segítse népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónáknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében, Krisztus a mi úrunk által. Kicsit még foglaltok helyet. Az áldás előtt először szeretném megköszönni Kelemen József orgona művész úrnak, aki a kántori szolgálatot mindig örömmel és szívesen teljesít itt nálunk, a mai nagyon szép, gyönyörű szolgálatot. Most neki még sietnie kell Najumba, egy másik szentmisére is, úgyhogy a himnuszok éneklése után majd útjára is bocsátjuk, a többieket pedig átvonulunk itt a kicsi templomon keresztül a közösségi terembe. Agápéra szeretettel hívunk és várunk benneteket. Szeretetben köszöntöm mindazokat, akik itt
október hónapban névnapjuk, a születésnapjukat, vagy valamilyen más családi eseményt ünnepelnek. Isten áldás és szeretete kísérje a magatok életét. Október hónapban már nem találkozunk, ellenben találkozunk november 1-én, délután 3 órakor, Minden Szentek ünnepén, majd pedig november 10-én, a hónap második vasárnapján, szintén délután 3 órakor. És ha minden igaz, november 1-én, ha jól alakulnak a dolgok, akkor dr. Szakos József atya, mivel itt tartózkodik majd nálunk Stuttgartban, el fog jönni, hogy az ulmi közösséggel is megismerkedjen. Aztán ő még visszarepül Tajvánban, de karácsonytól már itt teljesi szolgálatot egyházmegyénkben. És csak úgy bátorításként és biztatásként mondom, hogy 4,5 év várakozás követően 2025. január 1-jével újból két lelkipásztor végzi a szolgálatot itt egyházmegyénkben, a 15 miséző helyen. Mindig is mondtam nektek, hogy a bizalommal és a hűséggel végzett imádság mindig megtermi jutalmát és gyümölcsét, csak hinnünk kell benne. És aztán természetesen lesz nekünk dolgunk bőven itt is. Szívem szerint most megmutatnám azt a képet, amit Weingartenben készítettem a mai délelőtt, amikor is zsúfolásig tele volt a tizennégy segítő szemnek kápolnája, pont úgy, mint a pandémiát megelőző időben. Bízom benne, hogy mi is majd oda eljutunk, ahonnan egy kicsit megcsúsztunk a lejtő, mondjam így, itt Ulmban. Tehát a magunk feladata, mindenki a saját háza tájékkal söprögesse, és azt a munkát, amit el kell végeznie, azt végezze is el. Hadd mondjam el, hogy Weingartenben lesz majd egyházközségi búcsünnep, nem a hónap második szombatján, hanem a hónap harmadik szombatján, tehát november 16-án, igen, délután 4 órakor, és azt követően, úgy, ahogy ott is gyakorlati szokás, akkor közös este lesz. Éppen ma délelőtt hirdették meg az ottaniak a búcsú ünnepüket, és mintegy 200 vendéggel számolnak, úgyhogy akik szeretnének a Weingarteni búcsú ünnepen részt venni november 16-án, legyetek szívesek, hogy vegyétek fel a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, honlapunkon is meg fognak jelenni az elérhetőségek, jó? Illetve azt a meghívót is föltesszük majd, amit ma osztogattak ott Weingartenben. Fogadjátok az áldást! Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek végre.